biztos ezt szoktam mondani, amikor kollégákkal találkozunk, hogy nagyon jó és rossz hír, ami jó hír, hogy úgy néz ki, hogy lesz munkánk a jövőben is, mert olyan dinamikusan növekszik a turizmus. A rossz hír, hogy egyre nehezebb lesz elérni ezeket a vendégeket, egyre célzottabbak kell, tehát közösen kell érhetetni. Ugye a UNWTO, az ENSZ turisztikai világszervezete 1990 óta méri a nemzetközi utazásban részvevőknek a számát. 90-ben 500 millió nemzetközi utazásban résztvevő volt, akkori előrejelzések szerint 2010-re bárkától meg fog duplázódni a turizmusban nemzetközi utazásban résztvevőknek a száma. Ez pontosan a válság miatt egy olyan két éve csúszott, 2000, pont most egy éve 2012. decemberében léptük át az úgynevezett 1 milliárdodik turistánk, egy új szót találtunk. 1 milliárd 35 millióval végeztünk a tavaly évben. Az előrejelzések azt mutatják, hogy 2020-ra 1,4 milliárd, 2030-ra 1,8 milliárd nemzetközi utazásban résztvevő főt, személyt, utazót, beteget, hogyha a motivációt nézzük, számolható. Ez úgy gondolom, hogy egy nemzetközi szinten is egy figyelmet méltó előrejelzés, nem mi mondjuk, hanem az ENSZ turisztikai világszervezete, a 2020-ig tehető az, amikor a turizmus önállóan, mint egy iparága, a világ vezető iparága lesz, megközve akár az egészségügyet, akár a nehézipart, vagy másik.